Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Letették az esküt a külsős bizottsági tagok a szekszárdi közgyűlésen. Jóval többen vannak, mint eddig voltak, mivel a közgyűlésben többségben levő frakció, az ilyen szekszárd egyesület 9 külsős delegált a különböző bizottságokba. Az eddigi 3 helyett 5 bizottságot hoztak létre. Megmarad a gazdasági bizottság ellenzéki vezetéssel, de létrehoztak egy pénzügyi bizottságot, egy kultúra, civil szervezet, városmarketing bizottságot, egy oktatás, sport és ifjúsági bizottságot, egy szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottságot is. Az új bizottságokat mind az Éjjel-Szekszárd Egyesület képviselői vezetik. Bomba Gábor frakcióvezető a közgyűlésen azt mondta, az új struktúrára szükség van a feladatok ellátásához. Azért van 5 bizottság, mert mivel ők, hogy a bizottságnak kell gyakorlatilag a munkát végezniük, mint eddig, így az új bizottsággal lehetőség van ennyi emberrel elvégezni azt a rengeteg munkát, amire szükség van. Az elmúlt 5 évben látjuk a 3 bizottság, illetve ez a struktúra, ez inkább csak a tervezgetési útot. Ezért úgy, hogy most már a megvalósításban is részt kell venni, és így látjuk biztosítottan. A Fidesz-KDNP viszont nem hiszi, hogy több bizottságra, több külsős szakértő bevonására lenne szükség, és kifogásolták, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosításával a polgármester jogkörét is megnyírbálták. Így a jövőben az Éjjel-Szekszárd Egyesület által irányított és uralt bizottságok döntenek majd minden fontosabb kérdésben. A szekszárdiak a választások során kinyilvánították, hogy fele arányban a Fidesz-KDNP jelöltjeire, fele arányban az ÉSZ jelöltjeire szavaznak. Én azt gondolom, hogy az lenne szerencsés, hogyha ez az arányok képviselői helyek számát tekintve a bizottságokban is megjelenne. Ehhez ragaszkodunk, mi ezt szeretnénk elérni, hiszen ott folyik az érdemi munka, és szekszárdiak látni kell, hogy a Fidesz-KDNP-nek a tagjai is részt vesznek az érdemi munkában. A közülés tulajdonképpen már csak egy jóvágyó testületté vált. Gyurkovics Jánost választották meg Szekszárd alpolgármesterének, aki azt mondta, az együttműködésre és Szekszárd fejlesztésére fókuszál majd a jövőben. Teljes egészében arra törekszem, hogy mindegyik frakció a város érdekébe tevékenykedjen. A közgyűlésen döntés született arról is, hogy megszüntetik a polgármesteri kabinetet, és megválnak a polgármester tanácsadójától is. Határoztak arról is, hogy nem emelik meg egyetlen szolgáltatás díját sem a városban. Ebben a kérdésben egyetértés volt a két frakció között.